Na szávasztok! Még mindig nem tudjátok letölteni a rástot, még tök egyszerű. Na, a törtől van szó, szóval ugye? Majd nincs meg eredeti, hogy szedje le. Na most elmondom utoljára szájbarágósan, mert már unom egy kicsit. Na de, kellékek, totál Commander. de letöröltem a gépről, hogy lássátok, hogy kell feltelvíteni, hogy főmetek hú, ide rányomtok hú letöltések. Vagy ilyen na ide letöltések, totál commander, ennyi. Itt tök mindegy, mi csak rányomtok, letöltitek. Feltelepítitek. Na erre ír valaki, nem baj most. Itt kiválasztja magát, hogy magyar, igen, mindent így nyomtok, ahogy van. Szavasz. Oké, okay, sikerrel jártunk. Itt már ki kettőt, Akinek 32 bites, annak nem fog kirakni kettőt, csak akinek 64 bites rendszer van, annak rak ki kettőt. Azt úgy tudjátok megnézni, a billentyűzeteken van egy ilyen Windows zászló gomb. Van egy olyan nevű gomb, hogy Pause Break, ott a nyilak felett van, hogy Page Down, Page Up, és ott lesz felett, hogy Pause Break. Na, és megnyomjátok, nyomva tartjátok a Windows Pause gombot, és rányomjátok a, a Windows gombot, és megnyomjátok a Pause gombot, akkor bejön egy ilyen szutyok. Itt kiírja, akinek Windows 10 van, így néz ki, de a Windows 7 is hasonló. Itt kiírja a rendszer típus, a 64 bites operációs rendszer, szóval innen tudjátok, hogy 64 bites operációs rendszeretek van. Na ez nekem nem kell, ez a 32-es ikon, kitöröljük. Ide rakjuk, és ide le is rakom, hogy itt legyen. Még szokott le, akkor elindítjátok. Itt kiválasztja, hogy mi a faszom van. Egyes gomb, nektek mikor újra, te, mert már fenn volt a gépen, ugye? azért tudja, hogy mi a helyzet, akkor kijön egy ilyen beállítások menü. Itt én úgy szoktam beállítani, hogy itt a legördülő lemezesély listát kiveszem, mert az be lesz pipál a gyárlag, meg két lemezettség, meg a lapos ikon kiveszem, és akkor ilyen így néz ki. Na! Akkor ez már nem kell. Akkor fölmegyünk a rasteocom ra A chrome van, ugye akkor le tudod befordítatni magyarra. És akkor itt vagy letöltések. Ugye ez itt a szerver, nem kell. Klient, itt van. Kísérletírást 1806 download klient patch. Szóval ez csak patch. Itt rámegyünk. Ugye előbb megnéztük, hogy kinek milyen van. 32 vagy 64 bittes. Na, nekem 64 bittes van, ez én 64 bittes szedek le. Itt várakozok. Ajánlom, rakjatok fel adblockot, mert akkor nem basz ki minden reklámot. Mi kettő a Youtube-osok elesnek pénztő, mert nem jön be reklám a videó alatt. Na, ezt is szarjátok le, bejön egy mega oldal. Itt rányomtok, download your PC, ennyi. Na, a faszomba. Nem akarok ilyen azt engedélyezem, hogy tárolhasson eszközön, jó? és akkor szépen letölti a pecset. Jó, na akkor itt hagy a háttérbe. Akkor itt írja, ugye, hogy ez az alap, amire rá kell pecselni. Na, ide átmegyünk erre az oldalra. Na, itt szint úgy kiválasztjuk, hogy melyiket akarjuk, 32 bittest vagy 64 bittest. Jelszó hozzá, rusteo.com. Na, nekem ugye 64 bittes, ezért ezt szedem le. Itt is megvárjuk, itt visszaszámol 5-ig, vagy 5-ről 0-ig. Amikor egy bagos, az többször. Skip add. Oké, okay, itt is rányomjuk. Puty, 2,78 giga. A másik ugye csak 3,79 megabyte, már csak a patch. Na de ezt lepauzálom, egyszer nem menjen a kettő. Így. Mert hogy szarra netem, most már nem tudom A jó tölteni Régen már rég letöltöttem volna. <kül> Bocsánat. Na, ha itt azt hogy ez, ez ezt a bandwidth kótát, akkor be kell loginolni. Na, nekem van egy ilyen kamu direkt erre, loginolva, nem a hivatalos e-mail címemmel, az kész. Megküldjenek reklámot, csak akkor már megy is tovább. Ja, megy, jó van. Oké, okay. de ezt most nem fogjuk végigvárni mert ez sok idő lenne, szóval mindjárt jövök, majd összevágom a videót. Na, itt vagyok, ahogy ígértem. Na, ezt becsukom, mert be, itt már elkezdtem ez a felvétel, csak aztán nem volt elég hely a cél meghajtón. Így kezdhettem előről. Na. Fogjuk. Ezt így kitelepítjük. Vagy kitelepítjük. Kicsomagoljuk. Rúst. Ó. .com a jelszó Ez a háttér volt csinálgatja Nem sieti el Tehát hagyj csomagolgasson Addig hozok egy cigit, miket csomagol Na, itt vagyok. Kicsit visszhangos is most minden. Meg felvétel alatt lassabban csomagol. Nem, mert ez van. Most végig váromják, mert azt mondtam, hogy ez szájból a szájborágos lesz. Aztán lehet, hogy nekem se fog működni. Előbb itt szopatott. Aztán rájöttem, hogy kevés volt a helye az éjszopatot. Na, a másik meghajtón van 9 giga hely, kicsomagoltam oda, meg a patchert is oda raktam, akkor ugye a pecsert kitömöríti magát egyszer, egy rejtett mappába, és onnantól el, azt nem volt hely elég, mert csak 600 MB szabad hely volt. Na, na mindegy, már mindjárt kész. Ugye tudjuk a letöltésekbe. Ti is oda menjetek, ahol le van töltve. Ugye elsőnek a klientet csomagoltuk ki, ami a nagyobb ez majdnem 3 GB, de kicsomagolva, megnyomjuk a space-t, lett belőle 5,5 GB. Na, fogjuk, ezt is kicsomagoljuk. Így, ez nem bonyolult, belenyomtok balgomba, balgomba, azt ide kihúzzátok, mondjuk. Lehet máshogy is, de most így a legegyszerűbb. Megint beírjuk, hogy rasteo.com, Oké. Okay. Vissza kilépegetünk, jó? Na, ezt elindítjuk. Én most rendszergazdaként indítom, mert úgy a tuti. Kicsit várni kell vele. Oké. Okay. Na, így mi nem itt vagyunk, nem ide raktuk. És ugye ezt keresi a 95-öt. Mindig ezt mondja, hogy ezt szed le. Ez a viad 95. Így a fecserre is lehetne szedni. Úgyhogy elvisz a link oda. Így, onnan ezt le lehet tölteni. Itt van, ugye ezt szedtük le az előbb. Na, de mivel nekünk nem ott van, hanem a D meghajtón van. Itt kijelöljük neki így simán. Oké, okay. Patcher. Vagy a, igen, pecser azt kell nyomni. Elejénk szépen végpörök. Aztán belassul, és felvételt még jobban belassul. várakozunk, várakozunk. Majd egyszer csak úgy dönt, hogy jó lesz. Mióta megy? Négy perc, megy, jó. Hagyjuk, ha dolgozzon. Meg se akarod mozdulni. Na, csak a ment. Ez nem jó az a háttérkép, nem látod jól az ikonokat, de majd váltok valami másik háttérképet. nem most kezdtem keresgetni, mert tegnap csak újra raktam a gépet, aztán úgy hagytam, hogy van. Ma meg izét ajtókat mázolok, meg ilyeneket csinálok. Este meg lesz valami live. Csak szélkrót lesz utána, meg rást. Na most aplizza a pecset elvileg. Tesz Steam-be, hamarabb lejön, meg föl is települ, mint az, egész. egész. Mindegy. Ennyi előnye van az eredetinek még. Na mindegy, addig keresünk valamikor egy szervert. Akkor beírjuk, hogy rást. Tudom, krekett szerver. Ide rámenjünk erre az első oldalra, ez nagyon jó az engine. Nem muszáj regiszálni, lehet regiszálni és akkor van olyan, hogy csak regisztrálsz megnéznek, hogy letelekkelünk, azt itt vannak ilyen szerverek. Meg menjünk, menjünk, melyikre menjünk. Legyen ez a Delta Gaming. Na, itt írja az IP-t is, ezt kimásoljuk. Nyomunk egy olyat, hogy Ctrl-t nyomba tartjuk, C. Így is ki lehet másolni. Vagy jobb gomb, másolás, mindegy. Akkor itt vannak, miket lehet vásárolni, vannak itt a szerverírások, vannak TP-k, meg faszom, minden hülyeség. Lehet válogatni. Ugye itt visszafele le is van szűrve, hogy PVP szerver, az vagy csak PVE, vagy ModDOLT, vagy Európai, meg Experimentál, meg Faszom tudja, mindjárt kész van. Szar is! ki kikapcsol, már minek megy. Gecsi milyen lassú. Addig nem volt az ilyen lassú. Na mindegy. Lassan csinálja, akkor biztosabb. Na, kész van. Minden itt írja Operation Successful, akkor király. Na, szalírt nyomunk. Tyúgy. És itt van. Azt tudom már melyik kell érdemes elindítani, azt nem a a -re kell. Igen, na most csak Windows módba indítjuk el, meg 6480 ban Fantasztikus grafika maradhat. Akkor, ha nem úgy van, akkor nekem nem veszi most fel az OBS, úgy beállítva, hogy ezt vegye föl. Jelzőt, na, akkor itt vagyunk. Uh, kirakom így, vajon fölveszi, nézzük csak. Király. Na, itt lehet átállítani a magyarra, ha hát most így faszom, hogy válaszolom ki, ez magyar volt? Nem, az nem magyar. Uh, jaj, nagyon szar ilyen felbontásban. Most ezt, tudom, milyen nyelven van. Na mindegy, nekem jó ilyen nyelven, ahogy van. Hogy beállítgatjátok, hogy akarjátok. tök mindegy, megnyomtátok az f egy gombot, bejött ez a szar, Ctrl-C, vagy nem is Ctrl V-vel beillesztitek. Nyomtok egy Enter-t. Ha működik a szerver, akkor felmegy, ha nem, akkor nézni kell másikat. Na, hát ez nem működött. Akkor nézzünk egy másik szervert. Nézzük meg ezt. Ó, ez nagyon mordoros, meg minden. Ajjaj, na hol van a ip je Na, itt, 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 így van. Úgy. Másolás. Úgy. Ctrl V. Puty. Mert ez se fog működni. Jó, akkor nézzünk egy másikat. Nézzük meg ezt. Hm, ez se jó, hogy mi a faszom van. Mi kellett hozzá? A Steam? Már én se tudom. Na nézzük meg NetConnect-tel. Az úgy nem is működik az a parancs. Akkor melyik volt az a ezé? KGNS? Mindegy, nézzünk itt ilyen experientálost. Na itt a KnivesTable egyből. KnivesTable az mindig működik. Nekik van saját kliensük is általában. mi ez a kettőféle? Ja, így is lehet, meg úgy is. Na nézzük Client de Client Connect parancsa már nem működik, én úgy tudom. Na, nézzük meg. Na, ez miért dobott ki? Jaha, igen, azt elfelejtettem mondani, hogy itt a nevet, azt át kell írni. Igen, ez a probléma itt a Luma muini ezt át kell írni. minden a Mariók, így kisbetűvel jó, az ide meg írunk egy asdot. Ezt is át kell írni, mert nem jó. Páf Ez nem jelenik meg sehol, csak ez fog megjelenni. Jó, becsukjuk. Újraindítjuk. Na hát azt mondja, hogy a szopások vannak, akkor így most így indítom el, jó, az így is. Akkor ki kell küzdöbben, hogy miért szopik. Lehet, hogy ez volt előbb is a szopás, hogy nem volt átírva a név. Most hol a magyar? Itt a magyar. Na, magyar. F1, Puff, Ctrl, V, Dir. Na, működik is. Akkor majd megnézzük, hogy a többi szerv is működik-e, csak az volt a baj, hogy nem írtam át a nevet. És már nem akarom újra fővenni, hogy én is, hogy bakisztam benne, ez van. Megvárjuk szépen, míg betölt. És így felvétel közben izé, utána kipróbáljuk egy másik szervert is. Lehet, hogy azok nem is jók, csak amik itt vannak. Ugye most faszom tudja, hol jár az eredeti, meg hányadiknál járunk. Nézzük meg színbe, azt tudja mindig. Mert teljesen fog most indulni, betölt. ben vagyunk már játékba. Gáci mennyi ideig tölt most? Ja, mert nem az ssd van. Na, ennyit számít az SSD tényleg. Most nem ssd raktam, így kurva szar, csak sima hagyományos winchester ezért tölt ilyen sokáig. SSD már rég betöltött volna. Aki teheti, az vegyen egy SSD-t. Olyan 14-én már lehet venni 120 gigásot, és akkor csak rárakjátok a rendszert, meg egy olyan játékot, hogy max 2-t, amennyi elfér rajta, hogy így, amivel játszatok sűrűbb, és sokkal gyorsabb lesz a betöltésetek. Ennyit már rég játszok. Ha ssd van. De megmutatom, hogy SSD-ről hogy megy a játék. Utána a végéni. Mert akkor az eredetit elindítom. Hogy az, hogy tölt be. nem ilyen ezer éves várakozási idővel. Na. Most be fog tölteni. Ti 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 ti, -ti Még winchester az amúgy is, és szar. Na, itt vagyok. Amikor egy f 1 eltűnik, elolvashatjuk a rulest. Na, és működik. Oh. Ennyi. Minden faszám megy, és itt vagyok. Ha megy már, csávó lettem, geci. Haha, <háhá> -ha. akkor így fog játszani, most nem tud és nem csaj karakter vagyok. Ennyi. Na jó, akkor ezt becsukjuk és akkor most ígértem, hogy mi a különbség, hogyha SSD van, nézzük akkor már meg azt is. Meg amíg be is zárná magát. Ah, most az eredetit fogom elindítani. Elindítjuk a Steam-et. Ezek nem kellenek most már. Jó, hogy nem kellett volna elindítani hozzá a Steam-et, de mindegy. mint rust -t. Oké, okay, itt is window be meg a másiknak a beállításait, jó? Fasza. Ugyanarra a szerverre fog fölmenni, csak itt szopásabb, mert itt nem tudsz az én nyomni csak úgy. De most bejött, na, akkor jó. Puty. Na és akkor nézzétek meg, hogy SSD-ről hogy megy. Hát ha az megy egyáltalán most. Remélem, nem azt az falt. Mert volt meg, hogy összebagolt nekem a kettő. Ja, a pecsert azt utána letörölhetitek, mert nem kell már. Meg nekem ez a kell. Igen, mondjuk annyiba szarabb ez a verzió, hogy nem Steam-es, hogy nem maradnak meg a cuccaid, ha úgy vájpolnak, azt hiszem, hogy már megoldották ezt is. Nem tudom, régen a Steam-es verziót kellett leszedni, mert akkor volt, megmaradtak a cuccaid vájp után is, hogyha úgy vájpoltak, hogy nem teljesen. Mert ugye akkor Steam id mentébe. De a Knife van olyan kliense, ami Steam ID is ennek a szervere. Aki hogy van. Na most ez se akar olyan gyorsan betölteni, de szerintem mindig gyorsabb lesz, mint az előző. Na hát azért jóval gyorsabb. De még így is lassú, még itt sok mod van ezen a szerveren. Moddolt szervekre sokáig tölt. Na. Meg a felvétel sokat leszív így meg, meg újra kéne mind a gépet is, mert tegnap óta ki kis volt kapcsolva. <laughs> Csak elment a halóba. Na, ugye E f király, puty, és most a csaj karaktere vagyok, mert ez az eredeti rást. Remélem fel is vette, kijelzőt, király. Na, ennyi. Ahogy látom, van élet itt a szerveren. 19-en vannak ezen. Ha ah, még havazzik meg ilyen de kevéje meg van csinálva. Sok izé amúgy tört szerver, jobb, mint eredetik. Esküszöm. Ez a KGNS is, meg ez a Knight is, az jobb, mint az eredeti szerverek. És azért nem szoktam jajta jönni, mert sok a csaló. Meg látszik is, hogy azok egyik se izé eredetivel van fenn, hogy beírok valamit, nekem ott lesz egybe a képem, hogy izé rendes Steam-es akkuntal vagyok fent. Ennyi. Azt hiszem a crystable is van a hivatalos. Milyen? Meg lehet majd megnézni, na mindegy, nem tudom, na mindegy. És akkor nekik is van egy kliensük. De jó ez a rasteós. Na jó, van ennyi lennék, sziasztok!